Az ünnepélyes alapkőletétellel egy újabb városi nagyberuházás kivitelezési szakasza kezdődik meg. Az új létesítmény építésére azért van szükség, mert a régebbi egyrészt nem alkalmas az új kibocsátási határértékek teljesítésére, mivel szigorodtak az előírások és új szabályok léptek életbe, másrészt fizikailag is erősen előregedett és leromlott az állapota. Ennek a telepnek a úgymond a szavatosság ideje lejárt, tehát 35 év alatt gyakorlatilag elhasználódott, és ez a megújítás szükségszerű volt. A továbbiakban azért nagyon fontos számunkra, hogy ez a szennyvíztelep rekonstrukció jó legyen, mert egyrészt azt várjuk tőle, hogy olcsóbb lesz üzemeltetni. Az olcsóság meg azért fontos, hogy a lakosság számára tudjuk tartani azt a aránylag alacsony, tehát az országos átlagnál lényegesen alacsonyabb szennyvíztisztítási és elvezetési díjat, ami megvan. Másrészt pedig, tette hozzá az üzemeltető cég ügyvezetője, egy jó minőségben elkészített telep működtetésével megfelelhetünk a környezetvédelmi előírásoknak. Az új szennyvíztisztító telep a régi mellett épül meg, mint egy 18 hónap alatt 6 hónap próbaidővel együtt, 2015 márciusára. A határidő szűkös, de feszített munkával teljesíthető, tudtuk meg Szendrői Tamástól, a kivitelező Strabag MML Kft. Igazgatójától. Elindult a bontási tevékenység, a telepen elindultak a feltárási munkák, folyik gőzerővel a tervezés, tehát hamarosan nem csak épp bontani fogunk, hanem megkezdődik a tényleges építés is. A szennyvíztisztító telep korszerűsítés mintegy 10 éves előkészítő munka után indulhat el. A beruházás nettó értéke mintegy 809 millió forint, megvalósítását az Európai Unió a Környezet és Energia Operatív Program keretében 85%-ban támogatja. Minden felelős képviselőnek és városvezetőnek kötelessége nem csak a látványos beruházásokra odafigyelni és koncentrálni, hanem az alapinfrastruktúrát érintőeket is szem előtt kell, hogy tartsa. Pakson nagyon sok beruházás zajlik a lakosság háta mögött, a lakosságért, hiszen nagyon fontos, hogy a környezetünk tiszta legyen. A szennyvíztisztító telepen tartott ünnepélyes alapkőletételen a Közéleti Magazin stábja forgatott. Összeállításukat, melyben a telep történetéről és az építkezés ütemezéséről is tájékozódhatnak, szeptember 23-án hétfőn 19:15-kor láthatják.